A korlátozások feloldásával ismét egyre többen keresik fel az utazási irodákat, hogy érdeklődjenek a belföldi és a külföldi utazási és nyaralási lehetőségekről. Vannak, akik már az év első felében jó előre megtervezték a nyaralást, és olyanok is akadnak, akik az utolsó pillanatra hagyják a tervezést és a szervezést. Most, hogy már sokkal szabadabban lehet külföldre utazni, így nyilván inkább külföldre mennek az emberek, de természetesen a belföldi csoportjaink is indulnak. Hát, hogy a kb. 70 országból melyek a legnépszerűbbek, hát Skócia, Norvégia, Spanyolország, Portugália, USA, Kanada, olasz, francia, Marokkó, talán ezeket emelném ki. Az ügyvezető megjegyezte, hogy az orosz-ukrán konfliktus is befolyásolja az idei tendenciákat, így Oroszország, valamint a vele és Ukrajnával határos országok kínálatait természetes módon kevesebben keresik. A több éves tapasztalatok alapján az utazóközönség nagy része jó előre megtervezi az utazásait. Nagyon sokan tudják, hogy ha nem foglalnak időbe, akkor nem biztos, hogy marad hely, úgyhogy hát inkább ez a jellemző. Február 20 körül jelent meg az idei katalógusunk, és úgy március 20-ig körülbelül a helyeknek a 60%-át kb. Lefoglalták a törzsutasaink. A legvonzóbb célpontok közül például a horvát, az olasz, a görög és a francia utazások folyamatosan elérhetőek, azonban aki sokat gondolkodik, az lemaradhat az általa keresett opciókról.